Most már leülepedtek a dolgok. Igen. Nem voltál tatamin azóta, mióta hazajöttél. Voltál? Hát két hét alatt összesen csak eddig kétszer voltam, de akkor is csak más interjúkat adtam, illetve riportokat. Úgyhogy azon kívül nem, most még csak kicsit pihenünk még, és aztán szépen elkezdünk majd készülni a következendő versenyekre. Hát ez jó az az olimpiai bronzérem arra is, hogy az ember a nevét megcsinálja. Téged egy szembillanás alatt megjegyzett az ország, azzal a bizonyos rúgással ott az utolsó másodpercben. Igen, lehetségesen megegyezték a nevemet, de én annak még jobban örülök, hogy nem csak az én nevemet jegyezték meg, hanem azt a sportágat, amit mi képviselünk, amit mi csinálunk. Úgyhogy ha az én nevemet tudják, akkor remélem tudni fogják azt, hogy milyen versenysportágat csinálok, és azt is tudjuk népszerűsíteni. Az a rúgás azért is jó volt, mert az ember elkezdte tanulmányozni a szabályokat. Nem állítom, hogy mindent tudtunk volna előtte a te sportágadról. Ugye az a rúgás, az csak ilyen imitált rúgás. Igen, imitált rúgás. Fejre történő technikák, azok inkább light kontaktban vannak, szóval lágy bőrintése, burpee-ral, de viszont a testrúgás, illetve a testütések, azok mind maximális erőbevitellel történnek meg, szóval ott lehet ütni, vágni egymást. Na most akkor hogy telt az elmúlt két hét? Az elmúlt két hét most inkább pihenéssel telt, aktív pihenéssel, sok interjúval, riporttal, amivel megismertek minket, meg a karatét is, és a többi egy hét inkább most már kicsit inkább olyan magánpihenés, családi jellegű, és utána szeptemberben majd elkezdünk majd készülni a felnőtt világbajnokságra. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk, most már személyesen is. Köszönöm szépen.